Most pedig föl szeretném kérni Karádi Júliát a nagyon bátor előadásához. Tudnék, most a gondolatok és a kogníció felől közeledünk az érzelmekhez és az élményhez. Az előadásának címe a disszociáció élménye világok szakadása. Sziasztok! Végtelen történet, igen. Ez akkor történik, talán valaki, egy páron talán ismeritek a végtelen történetet. A történet elején elefántcsont toronyban a birodalom különböző területeiről érkező küldöttek és hírnökök találkoznak, és hozzák a hírt a különböző sarkokról, hogy nagy a baj, hogy Fantáziaország bajban van, mert jön a semmi. És a filmben így néz ki ez a pillanat, ez a gyülekező. Ezt azért tettem ide be, mert ahogy készültem erre a konferenciára, hogy készültünk együtt, az volt az érzésem, minthogyha valahogy így gyülekeznénk itt össze. Hogy mindenki jön ki a saját köreiből, és hozzuk a hírt, hogy baj van. És mindannyian másként, de valahogy együtt keressük a kiutat ebből. És akkor az egyik ilyen teremtmény, aki jön, ők hárman érkeznek, a kéregrémek. Ő így írja le, hármunknak különböző részei hiányoznak, ahol a semmi megtámadta őket, és az a kéregrém, amelyiknek a szíve, a mellkasa helyén egy lyuk van, ő így írja le az élményt, amikor megkérdezik tőle, hogy hát tulajdonképpen milyen, hogy nagyon fáj-e. Ő azt mondja, hogy nem, cseppet sem. Az ember nem érez semmit, csak valami hiányzik, és ha egyszer a hatalmába kerített, minden nappal csak egyre több hiányzik. Hamarosan nem marad belőlünk semmi. Tehát ez tulajdonképpen itt a kéregrém definíciója a disszociáció élményére. És hát az, amit én hoztam nektek hírül, onnan, ahonnan én jövök, az maga az élmény lesz. Tehát az a réteg, hogy mit él át, mit élünk át tulajdonképpen a disszociációban. Picit túlmegyünk az elméleten, és ezt itt két rétegben fogjuk megnézni. Egyrészt a felszínen, a tünetek szintjén, másrészt pedig a mélyben. Ez a disszociált én rész élménye lesz. Külön-külön két nagyon eltérő jellegű élmény. És egy kicsit szeretnélek bevinni titeket ebbe a nagy sötétlő erdőbe, ahova Dante is elindult. De nem nagyon, és aztán ki fogunk onnan jönni újra. Aki akar, velem tarthat. Különböző példákat és képeket fogunk nézni, különböző forrásokból. Ezek segítenek abban, hogy magát az élményt megértsük, és egy kicsit közelebb kerüljünk hozzá. Tehát itt most egy univerzális emberi tapasztalatról beszélünk, amit ma a modern pszichológia, most itt így hívjuk, hogy disszociáció. A valóságban pedig úgy tűnik, hogy mintha mindig is létezett volna, mint a lelki valóságnak egy része, egy motívuma. És ennek mentén nagyon jól írják le olyan képi megjelenítések, mint a vers, a mese, mitológia, népdalok, képzőművészet. Nagyon sokat megtudhatunk ezekből a képekből, magáról az élményről. Olyan példákat fogunk nézni most, mint terápiás tapasztalatokból, kliensek beszámolói, belső képek, álmok, élmények, saját élmény is forrás lesz, és egy nagyon fontos inspiráció forrás volt Donald Karsednek ez a könyve, a Trauma és Lélek. Ez sajnos még magyarra nincs lefordítva, de hogyha valaki
megteheti, akkor nézze meg angolul, vagy pedig fordítsuk le, és jelentessük meg magyarul. Egyébként ő maga is, ő egy kanadai jungiánus professzor, és nagyon szívesen eljött volna erre a konferenciára is. Reméljük, hogy legközelebb meg is teszi. Tehát az első szint következik, azt nézzük meg, hogy milyen maga az élmény a tünetek szintjén, ezen a felszíni rétegben. És hát az tulajdonképpen olyan, mint amit itt láttok, vagy amit itt nem láttok, hogy hát, hogy itt kéne valaminek lennie, és olyan, mint hogyha hiányozna innen valami. Nemes Nagy Ágnes 46-ban így fogalmazza meg ezt az élményt. Nem alvadó hiányérzet gyötör. Mit áhítok, mikor tüdőmbe csorran? Mint tetsz halott, csokrot, dohány, gyönyört, meredve nézek a saját toromban. Megillett minden, értem száll a bor, de nem fakad a szó, csak bent szivárog, az éledelmes élet megtorol, és én nem tudom kilökni, mit kívánok. Szakadj fel, vágy, mutasd növő sebed, mit a világ nem tömbe egyre tágít, hiába szívsz be tájat, testeket, hiába gázolsz elmékben bokáig. Nézzük meg azt, hogy mik lehetnek a tünetek. Mi az élmény? Egy általános hiányérzet, elidegenedettség, ezekről nagyon sok szó volt már a korábbi előadásokban. Lélekvesztett állapot, ez a sámánizmusból kölcsönzött kifejezés, erről délután lesz sokkal bővebben szó. Unalom, fáradtság, kedvetlenség, az üresség élménye, az értelem hiánya, döntési, elköteleződési nehézség, egyfajta általános homályállapot, az érzések, a kapcsolat, a jelenlét hiánya. És egy ilyen általános kívülálló létállapot. És akkor nézzük meg azt, hogy milyen válaszokat adunk ennek a hiánynak a kitöltésére, akkor, amikor a tünetek szintjén vagyunk, tehát még mindig itt tartunk ezen az első szinten, amikor próbáljuk ezt a lyukat betömni, és az űrt elfedni. Tehát érzéstelenítünk folytonosan. Ezt például fogyasztással, különböző függőségekkel, ahogy a vers is ennek jó példáját adta. Ezek mind-mind átmeneti enyhülést hozhatnak, viszont a hiány fennmarad, és a krízis hosszú távon egyre mélyül. És ez az, amit látunk egyénileg is, és a világban is. Egy nem fenntartható külső-belső állapotot hozva létre. Amit itt a képen láttok, ez sajnos a külső valóságból származik, lehet, hogy valaki felismeri, a pálmaolaj kitermelés zajlik. Kozmetikumoknak és az élelmiszeriparnak az egyik legfontosabb alapanyaga, ezért írtjuk ki az erdőket. És ezen a képen egy orángután száll szembe a géppel, próbálja megvédeni az élőhelyét. És akkor most indulunk el a mélyebb szintre, hogy milyen válaszokat lehet még adni a hiány kitöltésére, hogyha szembenézünk a tünetekkel, ha szembenézünk az eredetével, hogy honnan is jön a hiány. Dante is így döntött a középkorban, hogy elindul, alászáll a pokolba, és megpróbálja így meggyógyítani magát. Vergilius kíséretében megkeresi azt, hogy miért nincs jól az ember élet útjának felén. 9 körön át haladnak, egyre mélyebbre és mélyebbre együtt. Vergilius kíséri, akit ő maga választ. Tehát egy olyan kísérő, akiben megbízik, és Vergilius időközben minden kérdésére türelmesen válaszol. Lassan mennek, lépésről lépésre. Dante diktálja a tempót, és Vergilius egyébként példaképe és költő barátja. Így haladnak lefelé, egyre mélyebbre és mélyebbre.
mint hogyha egy ilyen lelassított törvényben mennének lefelé, míg el nem érnek a középpontba, a pokol legmélyebb bugyrába, ahol összetalálkoznak Disszel, az alvilág urával. Tehát Danténál az alvilág urát nem Hádésznak vagy ördögnek nevezik, hanem Disznek, ami latinul a tagadás előragja. Ő itt ül a jeges birodalmában, lángokkal övezve, és ez egy nagyon drámai, nagyon félelmetes pillanat ez a találkozás, amikor szemtől szembe néznek vele. És hát Dísz olyan szavakat, fogalmakat lehet kifejezni vele, mint például angolul a disconnection, a kapcsolat megszakadása, vagy disease, ami a könnyedség hiányát jelenti, a könnyedség tagadása és betegséget jelent. Vagy a disaster, ahol a csillag szó kerül csak tagadásra, és katasztrófát jelent. Tehát ez maga a katasztrófa. Olyan, mint hogyha a magyar népdalból a csillagtalan sötét éjjel is erre a területre utalna. És hát így már érthetővé válik, hogy miért áll ez a felirat a pokol kapuján most, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Olyan, mint hogyha ez a terület, díszbirodalma, maga a trauma lenne, erről már volt szó, Zita elmondta a zárványt. Ez egy zárványa alakult élmény, ami betokosodott a mélyben, és nem elérhető, mert egy elviselhetetlen fájdalom érte az egyént, vagy gyereket, vagy kisbabát, akár magzatot, ami életveszélyes fenyegetésnek minősült. Így lépett életbe Disz a psziché védelme érdekében, feldarabolja az élményt, és leválasztja. Tehát ugyanaz, amiről eddig hallottunk, ennek egy képi megjelenítése. Ő hozza létre azt a falat, és tulajdonképpen börtönben, fogságban tartja azt a részt, a diszociált én részt, vagy IP, vagy a sebesült belső gyermek különböző nevekkel illetjük. Az eredeti cél az volt, hogy az elviselhetetlen szenvedéstől megóvja a pszichét, tehát tényleg nem lehet kibírni. A probléma az, hogy ez fennmaradt később, amikor valójában már nincsen veszély. Ez olyan, mintha egy alkut kötnénk az ördöggel, mintha eladnánk a lelkünket, és azt mondjuk, hogy nem érzem az elviselhetetlen szenvedést, cserébe nem is élek igazán. És akkor itt térünk a tárgyra. Egy picit, hát egy ilyen leegyszerűsített vázlatot szeretnék itt adni arra, hogy milyen lépései lehetnek ennek az útnak, és most megint csak az élmény szintjén vagyunk, hogy öt szakaszt fogunk megnézni, hogy hogyan szabadulhatunk ki diszfogságából. Az első szakasz az, amit az elején megnéztünk. Nem tudunk róla, ez a boldog tudatlanság állapota. Nem tudunk róla, hogy kötöttük az alkut, fogyasztunk és élünk. A tudat nem fér ehhez hozzá. Hogyha ennek a mélyére megyünk, ott az alkut elkezdjük felismerni és felvállalni. Ez már ez nehezebb rész, mert itt elkezdjük érezni. Különböző féleképpen fogalmazódhat meg az élmény. A népdal úgy fejezi ki, nem vagyok magammal szabad, kezemen s lábamon lakat. Van, aki azt érzi, mintha nem élnék igazán, nem vagyok jelen az élményeimben, nem érzem az érzéseimet. Itt már megjelenhetnek akár a terápiás folyamatban képek, álmok, imagináció. Erre egy példa a sofőr nélkül száguldó autó. Különböző testérzetek, amiket ezen a szinten már érzünk. Eddig nem éreztük, most már érezzük. Lehet merevség, mintha egy burok vagy páncél szorítana, vagy bizonyos testérzeteinket érezzük, nem érezzük. Ez azért nagyon nehéz, mert már tudunk róla, de még nincs kontroll felette. Tehát ez az a fal, amiről az előbb volt szó, ahol Disz őrt áll. A következő részben, hogyha tovább megyünk,
akkor kezdjük el az alkut megváltoztatni, és azt tudjuk mondani egyre inkább fokozatosan. Ez nyilván nem egy ilyen lineáris dolog, tehát ez egy nagyon leegyszerűsített modell, hogy inkább érzem, akkor is, ha fáj. Tehát megváltoztatjuk az eredeti alkut. Itt már az elviselhetetlen viselhetőbb. Tehát nő az affektus tolerancia, mindenféle készségeket szereztünk már az úton, és a terápiás tér biztonsága és bizalma elengedhetetlen. Ez olyan, amit néztünk, ahogy Vergilius kíséri Dantét, hogy már hogy együtt vannak, nem egyedül kell menni, nem az történik, mint az eredeti traumában történt. Saját ritmusban lehet haladni, mindig csak annyi utat megtenni, amennyire éppen az egyén kész van. És így válik korrektív élményé. Nem ugyanaz történik, de annak megyünk a közelébe, amit akkor nem lehetett elviselni. Hogyha itt megyünk tovább, akkor történik ez a kapcsolatépítés ezzel a résszel, ez a hintajátéknak nevezted. Amikor oda megyünk, visszajövünk, egy kicsit a közelébe megyünk és visszalépünk, ez egy tényleges, olyan, mint egy kapcsolatépítés, mert egyre többet megtudunk róla és megismerjük. Megismerjük, honnan jött, hogy működik, miért van ott. Így lazulnak az árvány falai, és oldódik ez a trauma az árvány körül. És már sokkal kevésbé fenyegető, mert egyre jobban megismerjük, viszont nagyon tud fájni. Azért ez egy újfajta szenvedés, mert itt már a diszociált én résznek a fájdalmát érezzük, amit eddig nem éreztünk. Elindulhatnak olyan gyászfolyamatok, amik réges-régen az ősidőkben akadtak el. A nagyon drámai benne az, hogy úgy jelenik meg, mintha jelenben lenne. Tehát nincs hozzá történet, hanem a testi, érzelmi emléknyomok, az élmény egésze megelevenedik úgy, mintha most zajlana a testi emlékezet szintjén. Hogyha preverbális élményről van szó, akkor ezek soha nem érték el a verbalitás szintjét. És így fokozatosan, ahogy megyünk tovább, egy múltbeli történetté szelidül, és az élettörténet részévé válik. Ez egy egészen újfajta életminőséget hoz, ahol hát egyre szabadabbak vagyunk saját magunkkal. Úgy tűnik tehát, hogy a fájdalomérzésen keresztül vezet az út a gyógyulás felé, és hát kulcskérdés ebben az, hogy meg tudjuk-e hallani, vagy inkább el akarjuk hallgattatni. Amit itt láttok, ezek a kis Mikulás babák, ez maga a diszociáció, és vagy talán ahogy kezdődik, ahogy beavatódunk a társadalomba. A másik kép pedig az, amit érezhettek talán ezek a babák, mielőtt feladták volna. És most ennek kapcsán szeretnék egy nagyon rövid, egyperces kis gyakorlatra hívnálak titeket, akinek van kedve, próbálja ki. Nagyon pici saját élmény lesz. Hogyha van kedvetek kipróbálni, helyezkedjetek el kényelmesen, és most nem kell nézni, akinek kényelmes, nyugodtan be is hunyhatja a szemét. És egy picit visszatérünk magunkhoz. Megérezhetitek, hogy hogy vagytok, hogy ültök itt. Esetleg a talpat a földön. Testcsúlyt. Lehet megérzitek a légzéseteket. Egy picit megérkezünk magunkhoz, megérezzük a testérzeteket. Lehet, hogy érzitek, ahogy ellazul. Has, vállak. Nagyon röviden, 30 másodpercre egy hangot fogtok hallani, és csak próbáljátok megfigyelni, hogy mi történik bennetek.
mint ugyanez az állapot, ahol most is vagytok, és csak folytassátok ezt, figyelitek a testérzeteket, akár érzéseket, bármi, ami felmerül. Figyeljétek meg. Testetek érzéséhez, légzéshez. Ha tudtok egy pár szót magatokban találni, hogy milyen élményetek volt. És aztán lassan, saját ritmusotokban visszatérhettek ide a terembe, egymáshoz. Esetleg mocoroghattok picit. Hát, ha van bennünk olyan rész, aki ilyesmi állapotban van, amit most hallottatok, vagy érzékeltetek, akkor őt nagyon jó végighallgatni és megtartani. És így fogjuk tudni a kisbabákat is másképp fogadni egy másféle világba. És hát így a végén zárásként csak azt szeretném mondani, hogy van remény. Azért is, mert itt vagyunk együtt, és összegyűltünk, és kapcsolatban vagyunk, és beszélünk arról, ami van, és hozzuk a híreket. És ettől, hát ez az, amit már itt korábban is sokan mondtak előttem, amitől díszbörtönének a falai repedeznek, és el tudunk jutni egymáshoz. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük a bátorságot, mert borzasztó fontos dologról van szó, hogy tudatosítsuk, hogy Vergiliusként mi is bevenjünk a pokolba. Sőt, egyszerre vagyunk időnként Vergiliuszok, meg Danték és a pokolba. Köszönöm szépen!